Luffy már megint szervezkedik, de sikerül-e a tanulmányi versenyben legyőzni a hetedikeseket? És kirajzolt egy szívet a hóba Luffy nevével a közepén. Balázs Ági, Luffy sorozatának legújabb darabja, már a könyvesboltok polcain van. Luffy egy fantasztikus, helyes kislány, akinek a sorsát követjük nyomon itt most már. Hány éves korától pontosan? Második osztályos, amikor megismerjük, és ugye ebben a kötetben már hetedikes. Mondj valamit Luffyról, mutassuk be azoknak, akik még nem ismerik, ha van olyan, aki nem ismeri Luffyt. Luffyról annyit kell tudni, hogy ő egy nagyon vadóc kislány, egy olyan fiús kislány, szereti a fiús játékokat, szeret fára mászni, bokrok alatt kúszni, mászni, nadrágot hord, mert ugye szoknyában hogy lehet a bokor alatt kúszni, mászni, hát akkor lehozsolja a térdét, és nem szereti a csatokat a hajában, mindig el is veszíti a szalagokat a hajából, mindig kócos, tehát ő egy ilyen vadóc kislány, aki megismerkedik Szamócával, aki egy évvel idősebb nála és fiú. És egy lírai természet. És abszolút lírai, igen, mert ő szemüveges, és akkor nem szeret focizni, meg verekedni, viszont nagyon szeret olvasni. És hát nagy barátság lesz ebből a megismerkedésből, és hát aztán a barátság úgy szép lassan átalakul szerelemmé. És ugye ebben a hetedik részben, ugye hóba rajzolt szív, ugye már a szerelem áll a középpontban. Ugye a hetedik osztályos már, és a fél évkor hát begyűjtött egy hármast matekból, amit ki kéne javítani. És közben megkérdetnek egy tanulmányi versenyt, hát dehogy akar ő még tanulmányi versenyre is benevezni, amikor bőven elég neki az iskola, na de kiderül, hogy a fődíj egy párizsi út. És amikor azt is megtudja, hogy Szamócának az apukája megígérte, hogyha fölveszik a gimnáziumba, akkor elviszi őt Párizsba, és hát ugye Szamóca nagyon jól tanul, tehát nagy eséllyel bekerül a gimnáziumba, na hát akkor Luffy a barátaival benevez a versenyre, és hát elindul egy nagy harc, egy nagy küzdelem, mert hogy a hetedik ások is neveznek, és ráadásul ők még csalnak is. Mindig van az olyan kis fifika, ugye? Akit le olyan kell leplezni. Igen, 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 tehát nem olyan egyszerű ez a dolog. Közben van egy, ugye, egy szerelmi vonal is a történetben, ugyanis hetedikben, fél évkor, a hóba valaki egy szívet rajzol, és beleírja, hogy Luffy. És hát elindul a nyomozás. Luffy barátnője Mészáros Semőke, aki nyomozó akar lenni, ő kézbe veszi az ügyet, és mindenkit kifaggat az iskolából, úgyhogy Luffyra már ujjal mutogatnak, és a rettentően égés a dolog, hogy ugye mindenki erről beszél, és hát a végén ez is kiderül, hogy kirajzolja a szívet a hóba, kirajzolta a szívet a hóba, és hát természetesen Luffy reménykedik, hogy Szamóca. Én azt az utat választottam, hogy a jelenről írok. Tehát arról írok, ami a gyerekeket körülvesz, és épp a napokban kaptam egy levelet egy kislánytól, aki azt írta, hogy azért imádja, mert hogy ez olyan, mintha róla szólna, és hogy olyan történetek vannak benne, ami vagy vele, vagy a barátnőjével, vagy a családjában fordult elő, és ezért érzi fontosnak, és ezért emelem be azokat a témákat is. Például ebben a könyvben megjelenik a szegénység, hogy erről beszélni kell, hogy segítséget kell kérni, hogy össze kell fogni. Tehát én azért érzem fontosnak, mert végül is ebben élnek, és fontos, hogy erről beszéljünk.